Már péntek délelőtt gyűlni kezdett a tömeg a Szekszárd főterére vezető macskaköves sétáló utcában. Többen nézelődtek vagy éppen vásároltak. A színpadok és az árusító bódék már álltak a Béla Király téren, Liszt Ferenc téren és Garai téren, de a technikusok javában dolgoztak még a színpadoknál, hogy az este 6-kor kezdődő koncertekre minden készen álljon. A szekszárdi hal és vadünnep a város második legnagyobb szabású rendezvénye a születi napok után, amire idén is színes programokkal, koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel készült a város. Nem csak felnőtteknek szóló rendezvények vannak, hanem egész naposak a programok, és gyakorlatilag a kisgyermekektől a családoktól kezdve egész az idős korosztályig mindenkinek tudunk olyan programot kínálni, ahol jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, de most elsősorban természetesen programok mellett gasztronómiáról és a szekszárdi borokról szól a rendezvény. A fesztiválra kilátogatók több változást észlelhetnek idén, például azt, hogy a gyerekek 20%-kal olcsóbban vehetik igénybe a Vidámpark játékait, de ami látványos módosítás, hogy nem a sétáló utcában, hanem a Garai téren állították fel a kézműves kirakodóvásárt annak érdekében, hogy jobban tudjon mozogni a tömeg. A Pünkösdi Hal és Vadünnep rendezője, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondja, tudatosan készültek a több ezer ünneplőre. A fesztivál arculata azért egy picit változott az idei évben is, hogyha itt a térre kilátogatnak és megnézik, igyekeztünk a lehetőségekhez képest egy picit szellősebb teret a várt nagy közönség számára biztosítani. Markó Markovics, Tóth Viktor, Margaret Island, Fenyő Miklós, Beatrice. Csak néhány nevezzenész, akik idén fellépnek a Pünkösdi Hal és Vadünnep 4 napján.